hogy a filmnek megvan minden alapja arra, hogy egy igazi, félelmetes horrorfilm legyen, mégsem megy ebbe az irányba, ugyanis ez a film egy lassú, nehéz dráma. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a ClickOut Streamtime és könyv legújabb epizódjában. Mint mindig, ebben a hónapban is bemutatunk pár filmet, amelyet szerintünk érdemes megnézni, illetve pár könyvet, amely szerintünk nagyon-nagyon jó és muszáj elolvasnotok. A Free Guy és a Shang-Chi hatalmas pénzügyi sikere után a Disney úgy döntött, hogy az összes jövőbeli filmüket kizárólag moziba fogják bemutatni. Tehát a The Last Duel, az Eternals a Marvel stúdiótól, vagy pedig a The Kingsman mind-mind először moziba fog bekerülni, és azután pedig 45 nap után rákerülnek a Disney Plus streamelési szolgálatukra. Szintén meg kell említenünk, hogy kiosztották az Emmy díjakat, és a legeslegtöbb díjat a Netflix zsebelte be, és az HBO, illetve az HBO Max. A legtöbb díjat a Korona, The Crown nyerte a Netflix-től 7 díjjal, a második a Ted Lasso volt az Apple TV Plus-tól 4 díjjal, és az HBO Max, illetve az HBO helyezkedett el a harmadik helyen a Hex, illetve az Easttowni rejtélyek című sorozatjaival, amelyek egyenként 3-3 díjat kaptak. A Mennyit ér egy élet a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után játszódik, ahol lényegében az amerikai kormány megbíz egy ügyvédet, hogy próbáljon kidolgozni egy tervet, hogy a túlélők családtagjai, illetve szerettei mennyi pénzt fognak kapni. Természetesen ez a terv nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon sok akadályba kerül az ügyvéd, mire végül sikerül valamit kidolgoznia. Természetesen ez egy igaz történeten alapul, egy nagyon erős igaz történeten, és az első dolog, amit mindenféleképpen meg kell említenünk, azok a színészek. Igazi sztárja a filmnek Michael Keaton, aki élete talán a legjobb alakítását nyújtja a filmben. A film egyébként magában szerintem nagyon jó, viszont néha azt mondta magamban, hogy lehetne egy kicsit jobb is. Ugyanis annak ellenére, hogy egy nagyon erős témával foglalkozik, a film magában talán nem is annyira erős, és szerintem egy kicsit túl sokat ölel fel, tehát éveken keresztül játszódik lényegében, és néha úgy éreztem, hogy túl gyorsan megy a történet, illetve túl sokat ugrálnak az időben. Ennek ellenére még egyszer mondom, egy nagyon-nagyon jó film, amelyet érdemes megnézni. A Koda az Apple TV Plus legújabb filmje, amely egy halász családról szól, ahol az édesanya és az édesapa, illetve a legidősebb fiú testvér siketek, viszont a fiatalabb kislányuk hall és tud beszélni. És pontosan ezért ő lényegében egy tolmácsként szolgál a családban. Viszont az egyik nap elhatározza, hogy fel akar lépni egy iskolai, lényegében iskolai előadáson, ahol énekelni akar. Egy nagyon vicces és szívszorító filmről van szó. Tényleg a filmben vannak jelenetek, amely a legjobb vígjátékokkal vetekesznek, tehát az ember szinte a hasát fogva nevet ezeken a jeleneteken, viszont vannak benne olyan részek is, ahol az embernek szinte könny szökik a szemébe, és tényleg elgondolkozik a siketek, vagy a siketnémák sorsán, vagy arról, hogy hogyan viszonyul a társadalom ezek az emberekhez. Egyébként az év egyik legjobban értékelt filmje, én mindenkinek ajánlom, hogy nézzétek meg, egy igazi élmény. You're the girl with the deaf family? Yeah. I just wanna tell you right now. And you sing. Interesting. Az utolsó film pedig az Amazon első eredeti francia nyelvű produkciója, az Őrült nők bálja. A történet a múlt században játszódik Franciaországban, ahol egy fiatal hölgy elmegyógyintézetbe kerül, ugyanis azt állítja, hogy tud beszélni a szellemekkel. Nous sommes fortes. Nous sommes libres.
internet. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Annak ellenére, hogy a filmnek megvan minden alapja arra, hogy egy igazi, félelmetes horrorfilm legyen, mégsem megy ebbe az irányba, ugyanis ez a film egy lassú, nehéz dráma. A film főleg a két főszereplő kapcsolatáról szól, a fiatal hölgy és a főnővér kapcsolatáról, illetve arról, hogy megpróbálják bemutatni, milyen embertelenül bántak az emberekkel az elmegyógyintézetekben, lényegében az orvoslás nevében. Tehát az, hogy ezek a gyógymódok inkább voltak kínzások, mint tényleg gyógymódok. Egyébként, amit meg kell említeni, a főszerepet játszó Lude Lage fenomenális, és a karizmájával és a egész jelenlétével szinte felégeti a képernyőket, és a főnövért játszó Melanie Laurent, aki egyébként a filmet is rendezte, nagyon-nagyon jól adja ezt a kívülre nagyon komoly és szigorú, viszont rendkívül bántott és boldogtalan nőt. A film egyébként gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű vizuális világgal rendelkezik, a kameramunka lélegzetelállító, és az atmoszféra és a zene szintén fantasztikus. A halászok az 1990-es években játszódik Nigériában, ahol négy fiútestvért, fiatal fiútestvért követ nyomon a történet. Nagyon röviden a könyv arról szól, hogy ez a négy fiú testvér elhatározza, hogy a helyi tiltott, illetve átkozott folyónál fognak halászni. Minden rendben megy, amíg egy nap a legidősebb testvér találkozik a helyi őrülttel, Abuluval, aki megjósolja a fiúnak, hogy meg fog halni a közeljövőben. És a kisfiú ezt annyira komolyan veszi, és annyira beleéli magát, hogy akarva és akaratlanul is saját magát, a testvéreit és az egész családját belerántja az abszolút pokolba. A könyv az utóbbi évek egyik legerősebb olvasmánya volt számomra, egy gyönyörűen, költőjen megírt, fantasztikus történetvezetéssel megáldott könyv, ahol Obioma olyan gyengétséggel és precizitással dolgozza ki a karakterokat, és azt a várost, ahol játszódik, hogy az ember tényleg elhiszi, hogy ott van, érzi a szagokat, érzi, ahogy a nap perzseli a bőrét, és tényleg átéli ennek a családnak az összes problémáját. Egy nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon megrázó könyvről van szó. Kell hozzá egy kis türelem, ugyanis egy picit lassabb a történet, viszont megéri elolvasni. Sally Rooney, akinek már bemutattuk a Normális Emberek című regényét a könyvklubban, kiadta legújabb regényét, a Hová lettél szép világot. A történet hasonló, mint a Normális Emberekhez, pár hétköznapi embert követ nyomon, itt kifejezetten négy embert, kettő fiatal nőt, kettő fiatal férfit, és az ő mindennapjaikat, kapcsolatjaikat próbálja bemutatni. Úgy, mint Rooney előző könyve is, egy nagyon egyszerű, de nagyon szórakoztató nyelvezettel van megírva, és ami az érdekesség ennek a könyvnek, hogy Rooney pillanatokon keresztül, tehát ilyen kis találkozásokon, e-maileken, telefonhívásokon keresztül próbálja bemutatni ennek a négy embernek az életét és a kapcsolatát. És a könyv fő gondolata az, hogy ez a négy kivételes fiatal lényegében a kapcsolataikon, a művészeteken vagy a szexen keresztül próbálják megtalálni életük értelmét, vagy próbálnak eligazodni a világunkban. Szóval, ennyi volt az e hónapi Clickhouse Screentime és Könyvklub, remélem tetszett, remélem inspiráltak arra, hogy megnézzétek az ajánlott filmeket, elolvassátok az ajánlott könyveket, és lájkoljatok Facebookon, YouTube-on, jövő hónapban találkozunk. Sziasztok!